Jó, akkor most megkérjük, hogy az Andris tartsa meg a szénfoglalóját. Sziasztok, nagyon jó itt lenni köztetek újra. Bizonyságot szeretnék tenni arról, hogy Dél-Amerikában is van Isten. És hozzá nagy mennyiségben. Nagyon jó kis kaland volt ez, de a kaland mellett azt gondolom, hogy az emberek... Ja, a Dakar Rally voltam 3 héten keresztül, Peruban, Chilében, Argentinában és megint Chilében. Ez egy autóverseny, ami a sivatagban zajlik, és én voltam a helyszíni tudósítója, de ez a legkevésbé fontos dolog az egész történetben. Az az igazság, hogy szerintem minden ilyen kaland arra jó az ember életében, hogy az Isten megtapasztalja nagyon sokféle formában. És nekem maga kezdet is ilyen volt, az én szakmámban az ilyen lehetőségek után 2 kézzel szoktak nyúlni az emberek, sőt lábbal is általában stokkis cipővel bakancsal taposnak egymás szájába azért, hogy ezt megszerezzék. És nekem az Isten úgy adta meg ezt a lehetőséget, hogy Brigia tanul rá, hogy én még nyafogtam is, hogy nincs kedvem elmenni. Mert hogy hát ez, én egy olyan természetű ember vagyok, hogy mindig az új dolgokat, amikor messze van, akkor nagyon szeretem, amikor közel van, akkor nagyon nincs kedvem hozzá, és amikor elkezdődik, akkor nagyon élvezem. És szóval az Isten úgy adta meg ezt a lehetőséget, hogy a kis ujjamat nem kellett érte mozdítanom, hanem úgy ítélte meg, hogy engem elküld Dél-Amerikába, hogy tapasztaljak egyet s mást. És hát most ilyen apróságról mesélhetnék, hogy minket repülővel vittek az egyik helyről a másikra mindig. Ezért a repülőt nem szabadott lekésni, de persze körülbelül az 5. nap lekéstük a buszt, ami a repülőhöz vitt, és ott álltunk az operatőr kollégámmal teljes tanástalanságban, hogy mit csináljunk. Láttuk még a buszt, tehát ilyen filmbe illő jelenet volt a busz fényeit, ilyen hajnali 3:30 fele körülbelül, hogy megy el a busz. És ez csak beállt elénk egy szervező. De már mindenkinek el kellett volna régen menni, az összes szervező busszal ment, és az utolsó busz lett volna miénk, és egyszer csak beállt elénk az egyik szervező, hogy ti mit kerestek itt. Rátok vártunk, hogy vigyetek el a buszhoz. Beültünk a kocsiba, és hamarabb odaértünk, mint a busz. Aztán... Ja igen, adott nekem az Isten egy nagyon jó társat oda. Nem keresztény srác, de nagyon hasonlóan idióta, mint én, úgyhogy nagyon jól megértettük egymást, az operatőr kollégámat. És az egyik ebédnél, hát ő már tudja azért az én stiklieimet, tudja, hogy Isten szeretem, és hogy Isten a szívemben él, szoktam neki, amikor érdeklődik, mesélni. És hát egyik ilyen reggelinél ücsörögtünk ketten a padnál, és egy padon, és elkezdtünk beszélgetni. És hát ő felhozta az összes sérelmeit a kereszténységgel kapcsolatban, és az összes az olyan kérdést, ami ugye, hogy ki fog menni a mennyországba, meg ez hogy van, az hogy van, és azt a tapasztalatot hozta nekem Isten ki ebből az egészből, hogy nem kell végtelenül bölcsnek lenned, nem kell bölcsebbnek lenned annál, mint amit az Isten kijelentett. Amikor valamire nincs válaszod, akkor egész nyugodtan vonj meg a vállad, és mondd azt, hogy nem tudom. Mert az Isten a mindennek a tudója, és nem mi, és az Isten nem véletlenül nem vezet el bennünket minden igazságra, nem tudunk még mindent, és ez nem szégyen, és attól nem vagy kevesebb, vagy attól nem hozol szégyent az Istenre, hogy nem tudsz választ adni valamire. És mondtam, hogy nem tudom, hogy az a barátod megy a mennybe, és nem is érdekel. Az érdekel, hogy Isten szeret engem, és szeret téged, és nagyon-nagyon jó az életem, és arról beszélek, amiről tudok, arról beszélek, amire az Isten elvezetett. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon nagy tanulság volt nekem, mert szerintem az én korombeli emberek, az ilyen fiatal csikók, az vagyok még? Hát teljesen. Na mindegy, szóval, hogy mi abban nőttünk fel, én emlékszem, hogy így gyűjtögettük, hogy majd mit fogunk mondani, ha ezt kérdezik, meg mit fogunk mondani, ha azt kérdezik. És valahogy azt éreztem, hogy nem kell, tényleg nem kell fölkészülni arra, hogy mit fogsz beszélni, amikor kérdeznek, mert az Isten a szádba adja a szót, ahogy,
ahogy ígéri. Amit akkor kell mondani, és lehet, hogy ez egy nagyon kis satnya szó lesz egyébként, tehát lehet, hogy egyáltalán nem fog dicsőségesen hangzani, lehet, hogy nem lesz olyan szép, mint amit a Pál apostol leír, de az oda lesz téve. Azt az Isten azért adja a szádba, hogy az hangozzon el, és ne a te bölcsességed. Úgyhogy, hát mit mondjak még? Nagyon sok dolog történt velem, ilyen kis apró cseprő dolgok. Hát hálás vagyok azért mindenképp, hogy ott lehettem. Azért is, hogy hazajöhettem. Hát azért a végén már úgy éreztem, hogy jó lenne hazajönni, mert 3 hét a sivatagban bőven elég, Skorpióval nem találkoztunk, úgyhogy meg semmilyen fenevaddal, néhány őrült autóversenyzőt leszámítva, aki száguldozott. Volt 4 haláleset, láthatjátok, hogy én nem voltam egyik között sem, hála Istennek, úgyhogy ez még mindig egy veszélyes ipar, de ja, ennyi körülbelül. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam, meg hogyha imádkozott értem valaki, hogy hazajöjjek, vagy azért, hogy ne, azt is. Köszönöm. Isten áldjon meg, és régen imádkoztunk még érte, mert nem volt munkája. Komolyan. Hát ez így történt. Állandóan odaadotta a kopasz fejét, hogy még én értem, imádkozzatok meg. Nem nagyon van munkám, meg ki tudja, mi lesz, hogy lesz, és hát azért elég jó áldásba kerültél. Nyárból akkor bejöttél a télbe, ez egy fantasztikus élmény körben. 38-40 fok volt körülbelül. Azért jó a hűs is, nem egy ilyen 40 fok után. Két napig volt jó. Na, szeretettel köszöntelek benneteket. A múltkori alkalomból nagyon jól éreztem magam, hogyha néhány olyan szó volt, ami megbotránkoztatott benneteket, elnézést kérem, ha édesanyám hallgatta volna, haza sem mehettem volna, ezt most komolyan mondom. De szerencsére nem volt itt a jó édesanyám, és ezért haza mehettem. De van, amikor így elszabadul bennem az Úrnak a humora, és akkor kész, vége. Nem tudok mit csinálni, igyekszem, de akkor nem is tudok leállni se. Úgyhogy én nagyon jól érzem magam most is, és azt érzem, hogy itt van az Istennek a kenete. És először is szeretném megköszönni a szolgálatotokat, amit az Úr felé folytattok. A Bibliaiskolán előjött egy nagyon érdekes gondolat, hogy az Isten az olyan, mint a napsugár, és megsüti a fákat, és a fák kizöldülnek, és virágot hoznak, és mondjuk olyanok vagyunk, mint a méhecskék, akik a nektárt szívjuk a virágból, de a méz a méhecskén keresztül jön. És az Isten szereti a mézet. Szereti nyalogatni azt a mézet, ami azon keresztül jön, hogy te imádod, dicséred, áldod őt. Szüksége van az Istennek erre a mézre, ami belőle jön. Tehát ne csak azt gondold, hogy neked van szükséged az Istenre. Nem csak ezt gondolt, az Istennek is nagy szüksége van rád. És ez egy nagyon fontos szempont, úgy gondolom, hogy nem csak úgy van, hogy jaj Istenem, nekem szükségem van rád, hanem az is, hogy tudom, hogy az Istennek is szüksége van én rám. És ez a szolgálat, ez a legfontosabb szolgálat, amit tehetünk az Úr felé, hogy imádjuk őt, és dicsérjük őt, és magasztaljuk, és betöltekezzünk az ő szellemével, és miközben megnyílunk a nektár felé, bennünk mézet csepeg a mi ajkunk, és Isten gyönyörködik mi bennünk. Természetesen a szolgálat nem csak ez, hanem a székpakolás is, most nem pakolunk széket, de én azt is tudom, hogy nagyon fontos, hogy amikor idejövünk Isten tiszteletre, akkor mindegyikünkben ez a vágy legyen, hogy szolgálni szeretnék az Úr felé. Nem csak eljövök, hanem készítem a szívemet, készítem a lelkemet, készítem a gondolataimat, hogy ez a méz megjelenjen. Mert nem mindegy, hogy egy Isten tisztelet milyen lesz. És egy Isten tisztelet attól lesz jó, hogy te szolgálsz az Úr felé elsősorban. Az az ige is elhangzott, amikor Isten, vagy Jézus mondja ezt a példázatot, hogy az Úr hazajön, és
a szolgát nem engedi, hogy asztalhoz üljön, hanem először szolgáljon neki, és miután evett és jót, utána asztalhoz, és ő is eszik és iszik. És hogy Isten is így van, hogy szeretné, hogyha szolgálnánk felé, és miután ez megtörténik, akkor ő asztalához ültet bennünket, és megelégít bennünket. Többször beszéltünk a szolgálatokról is, és a szolgálatról most nem akarok túl sokat beszélni még, de hálás vagyok az Úrnak, hogy nagyon sok mindenki úgy jön az alkalomra, hogy megterve a szíve. És nagyon sok mindent csinálunk is. Ugye ilyen vándorló gyülekezet vagyunk, tehát nincs berendezve a terem, ezért szükség van állandóan pakolókra, és a további, azt kérem, ha valakit indít az Úr, akkor ebbe segítsen pakolni. Itt van a Laci testvérem, aki most már olyan hősiesen egy év állandóan ott áll, és tehát, hogy őt is esetleg leváltsa valaki, de ahhoz is tanulni kell. Akkor van a Péter fiam, aki ilyenkor elmegy haza, és reggelig rakja föl az alkalmat, és vágja, és stb. Tehát ott is egy kis váltásra lenne szükség. Azt szeretném mondani, hogy a gyerekmunka az úgy néz ki, hogy helyre jött, abban is nagy nehézségekkel küzdöttünk, de oda is beadtuk, tehát beadtátok a szívetek, lelketeket. De én csak azt szeretném bátorítani, hogy bátran szálljátok oda magatokat, hogyha úgy érzed, hogy valami... Sokszor úgy néz ki, hogy ez semmi, hogy most mit tudom én. Ugye most nem volt a projektor, pedig itt van projektor, tehát be kellett volna egy gombot nyomni, és lehetett volna. Tehát akik mondjuk a projektorral foglalkoznak, eszükbe juthatott volna, hogy eljönnek ide és beüzem. Értitek, ilyen kis dolgok csak. Mert én nem fogom tudni ezt csinálni, meg nem is akarom, meg eszembe se jut. És mondjuk a projektorosok fölrakhatnák a vásznat, hogy nem mindig a Máté miután kipakolta a hangfalakat, akkor még rohan, hogy a vásznat ott a végén még szerencsétlenkedve fölrakja. Aztán majd az Úr fog gondoskodni, csak szeretnének bátorítani benneteket, hogy menni fog ez. Semmi probléma. Az Úr segíteni fog neked, hogy beálljál, de ha nem állsz be, az se probléma. Igaz, Herz Péter? Az se probléma. Ha nem áll be, az se. De beáll, mindenki beáll, mert mindenki bent van, és együtt szolgálunk. Még egy dolgot. Itt a Szilágyi Laci, álljál fel, Laci, nem áll szépen, de vagy. Képzeljétek el, bármennyit eszik, nem hízik. Tehát van ilyen kegyelmi ajándék. Ihetetlen, nem? Ez komolyan, ez... Nem azért állítottam fel Laci. A Lacinál kell a táborra jelentkezni. Igen. És már most elkezdjük a táborra a jelentkezés, Balatongyörök, július utolsó hete. Én szeretnék megkérni benneteket, hogy próbáljatok meg egy picit félretenni, mert úgy néz ki, hogy a gyülekezetünk költségvetését elviszi a tábor. Mivel, hogy úgyis be kell fizetnünk, tehát ez ilyen nem úgy van, hogy hát én nem jövök, mert nincs pénzem, akkor szoktam mondani, de hát akkor is már be van fizetve, akkor gyere el ingyen, vagy adjál 1000 forintot, vagy amit, de próbáljuk meg a táborra takarékoskodni. És már most jelentkezni a Lacinál, és akinek nem jön össze, az se baj, mert elmegyünk, Katikám, te is jössz, idén jössz táborba, azt tudod. Tehát azt már csak úgy mondom a Katinak, hogy ő jön táborban, mert Kati nélkül nem lesz tábor. Tehát a Balaton partján leszünk, és szeretném, hogyha picit odafigyelnénk a takarékoskodásban. Minden hónapban csak pár ezer forintot kéne félrerakni, és akkor nem lenne ez gond. Nem lenne ez gond. De akinek gond, az meg nem maradjon itthon, mert nekem meg az a gond, hogyha ő neki ez gond. Tehát most nem viszont. Jó? Hát... Testvéreim, nagy fába vágtuk a fejszét Bábellal és Babilonnal. Én ezt nem gondoltam volna, hogy a Biblia elejétől a végéig szerepel, és a Jelenések könyve is, a Jelenések 17-18, Babilonról, a nagyparáznáról, a Babilon bukásáról, stb. Szól. És hát megint úgy utána gondolkoztam ennek a dolognak, és nem véletlenül viccelődtem egy kicsit azzal, hogy megtaláltuk a nagyparáznát, a katolikus egyházat,
Mert ugye ezt tanítottuk nagyon sokáig, de nem ez a probléma, hogy ki a nagy parázna, hanem sokkal inkább probléma az, hogy hogyan lesz valaki nagy parázna. Ugye a parázna csak az lehet, akinek van kapcsolata, aki megcsalhatta valakit. Tehát az Istent megcsaló nőszemély az az egyház, vagy Izrael esetében többször mondja az Isten Izraelnek, hogy paráználkodtál minden halmon és minden zúgba és mindenhol, amikor bárványimádó lett Izrael. Tehát a paráznaság elsősorban olyan istenek után való menetel, ami nem az élő Isten, a láthatatlan Isten, a vagyok, aki vagyok, hanem az az Istennek után, amik megfoghatók, anyagi természetűek, politikai hatalmak. Nem véletlenül mondja a nagy parázna, hogy paráználkodtál a föld királyaival. Tehát itt egy olyan földi hatalom van, amit Jézusnak azt mondja a sátán, ha leborulsz, néked adom ezt mind. A földi hatalmat, királyságukat megmutatta. És nagyon sok keresztény egyház is, és nagyon sokszor Izrael is ezelőtt a földi hatalom előtt meghajolt, és gyakorlatilag kívánta, hogy bekerüljön valamilyen módon az elismertség körébe. És természetesen az első komoly elismertséget a katolikus egyház kapta a Nagy Konstantin idején, amikor már az történt, hogy az akkori császár elismerte az egyházat, de nem csak, hogy elismerte, hanem elkezdték üldözni azokat, akik nem csatlakoztak hozzájuk. És nem csak, hogy elismertséget kapott, hanem bementek az akkori pogány templomokba, és elkezdődött egy csomó szinkretizmus a pogány istenekkel kapcsolatos napisten imádás, anyagyermek imádás, stb. És nem folytatom. És ez az egész dolog, ez folytatódott más költösbe, más variációban, máshogyan. Úgyhogy mi, akik nem tartozunk úgy a tradicionális egyházakhoz, mi ugyanúgy bekaptuk a leget, mint a nagyok. Ugyanúgy. És ezt szeretném mondani, és miközben mutogattunk a nagy egyházakra, hogy itt vétettek, ott vétettek, itt hibáztak, ott hibáztak, mi magunk ugyanúgy besétáltunk olyan dologba, amit elkezdtem pedzegetni, de most egy kicsit még jobban megvilágítom, mert nagyon fontos dolog, hogy itt nem nagy meg kicsikről van szó, hanem emberekről. Egyedi emberekről, akik vagy így, vagy úgy gondolkodnak, vagy így, vagy úgy imádják az Istent, vagy így, vagy úgy hisznek, de soha nincs olyan, hogy magyar ember. Soha nincs olyan, hogy cigány. Már úgy, érted? Általánosságban beszélek. Hanem van a Gazsi, aki ilyen vagy olyan. Van a Kovács Pista, aki ilyen vagy olyan. Van a katolikus, aki ilyen vagy olyan. De nem lehet egy sablont mondani, hogy ez katolikus, ez szektás, ez ilyen, ez olyan. Hanem mindenki egyénileg áll vagy bukik az Isten előtt, de Isten azt mondja, meg fogunk állni. De csak azért mondom, hogy egy nagyon pici csoportban is lehet egy kretén szellemiség, ami kinyírja a másikat. Kinyírja önmagát is, és teljesen tönkre megy. Teljesen tönkre megy. Ezek nagyon nehéz dolgok. Nem akarok a múltról sokat beszélni, de amikor olyan totális kontroll volt ebbe a gyülekezetbe, hogy mindenkiről tudtunk mindent, még a szexuális életét és a formáját is, és mindent akartunk letudni a másikról, és állandóan károsztattuk egymást, és sokszor magunkat is. És majdnem meghaltunk ebbe az egészbe, mert olyan szellemeket kezdtünk el szolgálni, amik tönkretettek bennünket és az ébredést, ami közöttünk volt, nagyon sokat tértek itt meg. És gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz volt kijönni ebből a Babilonból, amit persze Timácsok hírből hallottatok, a Trudy az azt se tudja mi az, úgyhogy mindig mond, nagyon hálás lehet az Istennek, pedig ő még azért majdnem kekutag lett, csak már nem engedtük. De azért majdnem az letté. Mert ez az Isten kegyelme, hogy te ezt, ebben nem részt, de majdnem részesítettél benne. Tehát ugye ezt a kekunak hívtuk, de most teljesen mindegy, hogy minek hívtuk. Megépítettünk egy istentelen rendszert a végén már, és gyakorlatilag, ugye mindig szoktam mondani, hogy különböző dolgok, de itt ötkor kellett imádkozni, itt öt
5 fejezetet el kellett olvasni a Bibliából, itt mindenkinek kellett, hogy legyen megtérője, akinek nem volt, azt szinte megátkoztuk, azok voltak azok az emberek, akik alkalmatlanok voltak, ezért megrajzoltuk a kekufát, ami a fa, ugye, hogy kitért meg rajtad keresztül, és ő rajta keresztül, és én rajta keresztül, és akinek lombos volt a kekufája, az áldott ember volt, akinek csak állt a kekufája, mint egy cölöp, annak azt kivágták, hát megtrágyázták, megtrágyázták, aztán kivágták. Emlékszem, szegény Lantos Gyurinak nem nagyon szörösödött a kekufája, és akkor mindig be... Tehát azt nem láttuk, hogy a Gyuri mennyi mindent csinál ebben a gyülekezetben, egyébként fantasztikus melót végzett, az nem számít, érted? De igazi megtérőket kellett produkálni. És ha nem tudtál, akkor nem voltál senki. Na most ez csak a mi kis házunk tája, de úgy körülbelül úgy látom a különböző mozgalmakat, apostoli munkáktól elkezdve végig, most én nem akarok senkit megbántani. A lényeg az, ennek a lényege az, hogy elszakít téged az Istentől, és hozzákapcsol téged emberi hatalomhoz. Most amikor a Bábelnek a Bábel tornyának az építését, az nem olyan sok minden, ugye ott Nimrodról is szó van előtte, én most nem akarom, majd még biztos beszélünk róla, de a Bábel tornyának a lényege az volt, hogy Isten nélkül emberi erővel, emberi uralmat, emberi hatalmat szerezni. Régen rossz az, hogy egy gyülekezetben a pásztornak olyan emberi hatalma legyen, hogy félnek tőle, hogy az mindent meg tud határozni, hogyha szól valamit, az úgy van. Régen rossz, amikor a pásztor nem a gyülekezet alján van, hogy mindenki rajta áll, hanem a gyülekezet tetején van, hogy mindenki nő áll. Régen rossz, amikor valaki nem szolgál, hanem néki szolgálnak. Régen rossz, amikor az Istennek a gyermekei és vezetői nem az emberek szeretésével és bátorításával vannak elfoglalva, hanem a kárhoztatással és azzal, hogy miért vagy te alkalmatlan, és miért van neked rá szükséged örök életbe szinte, érted? Még azt hiszik, hogy még a mennybe is őnekik kell pásztornak lenni. És még ott is őnekik kell majd prédikálni neked, hogy te megmenekülj. Hát te megmenekültél a pásztorod nélkül is, testvérem. Mert nem a pásztor menekített meg téged, hanem Jézus az igazi pásztor. Ő menekített meg téged, és az összes többi nem lehet elvenni a hatalmat az Úrtól. Övé a hatalom. Egyedül az övé. És amikor nem Istené a hatalom közöttünk, akkor baj van. Akkor annak a gyülekezetnek egy rossz szellemisége van, ahogy mi közöttük is így volt, és annyira sajnálom az én akkori vezetőmet, hogy most egy depresszióban van, ki se tud jönni a házából, nyomorult állapotban tengődik, egy akkora kaliber, amit majd én hiszem, hogy azért még fog itt prédikálni, mert van bennem egy ilyen vágy, mert ha engem kihozott az Úr, őt is ki fogja tudni hozni, de már annak örülök, hogy a felesége néha meghallgatja a prédikációimat, és nagyon-nagyon sokat nevet. Szóval az már nem nagy dolog, amikor egy hívő tud nevetni, mert általában már a végén csak sírni tudtunk. És kérlek szépen, amikor ez a bábeli torony kezd épülni, a lényege az, hogy egy felfelé törekvés, egy uralmi rendszer kiépítése, ahol a vezetők uralkodnak a népben, és ahol egyre nagyobb hatalom, emberi hatalom, tehát a Bábel torony az egy emberi hatalomnak a megágyazása, egy emberi hatalomnak a létrehozása. Ez egy rendkívül gyűlöletes az Isten előtt. És szétzavarta Isten a Bábel tornyát építőket, és akkor tulajdonképpen, ahogy elterjedtek a földön a nemzetségek, ugye Sém, Kám és Jáfet volt, akik úgymond az ősatyái az emberiségnek, ugye a sémiták lettek aztán a zsidók, innét van az antiszemitizmus név is. Én most nem akarom elmondani, hogy ki hova vetődött, de mindenki nagyjából arról a környékről származik. Tehát semmi probléma, hogyha mondjuk ezek az ős magyar turkok kiderítik, hogy onnan jöttünk. Hát semmi probléma, jöttünk is persze. Itt a végén érted, még a Mária is lehetett magyar, nem érdekel.
Kit érdekel? Hát kit érdekel? Hát ha Ruthnak a hite számítatott be, és nem az, hogy moabita, akkor nekem Mária lehetek magyar. Te, kész, semmi probléma. Mondjuk Kovács Mária. Hát, úgyse tudtuk, hogy milyen Mária, most legalább tudjuk, érted? Kovács. Vagy Lantos? Hát legyen Lantos, hát nem legyen Lantos Mária. Jó. Ha már ebben a gyülekezetben vagyunk, akkor legyen Lantos. Bár a Kovács Misi is ide jár, tehát azért lehet Kovács Mária is. Hát Kubinyi Mária, az már van. Az már van, tehát azt úgy ebben a formában nem mozdulok, érted? Kettő Kubinyi Mária is, amely én nagy Mária tisztelő vagyok, mert a feleségem is Mária, a lányom is már, így értek el, de erről most nem akarok. Öreg hercerek, elprédikálom a Mária szindrómámat. És kérlek szépen, amikor, amit a Karcsi most megemlített, egy nagyon érdekes dolog van. De az történt ugyanis, hogy szétszélesztett őket, és mindenki egy olyan nyelvvel kezdett el beszélni, amit nem értették meg egymást. És szétszélettek a föld színén, és pükkösbukor pedig az volt, és amikor a pükkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak, és lőn nagy hirtelenségben az égből, mint egy sebesen zúgó szél zendülése, és elteli az egész házat, ahol ültek, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvekben, és ül el mindenkire azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdjenek szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik, és lakozának pedig Jeruzsálemből zsidó istenfelő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt volnak. Minek utána pedig a zúgás lőn egybegyűl a sokaság és megzavarodik, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkorának pedig mondván, milyen fantasztikus. Tehát pont az fordítottja történik pünköskor, mint a Bábel tornyán. Bábel tornyánál elkezdtek beszélni, és mindenki a másik nyelvén, más nyelven beszél, ez volt az első nyelveken szólás. Igen, ez így van. Ez volt az első nyelveken szólás. De marha idegesítő volt. Mert nem értették meg egymást. És itt, tudjátok mi történt? Tulajdonképpen itt az történt, hogy a zsidók ugye mindenhol szét voltak szóratva, nem csak Magyarországon volt a herc, meg a nem tudom kik, akik ilyen zsidó gyökerűek, meg bocsánat, mindig ez jut eszembe, de... Na de mondjuk még Klein, vagy milyen név van még itt Magyarországon, de fél Zalaszentről zsidó volt, szóval most bocsánat, semmi probléma. Tessék? Gól, igen, na, látta, azért tudtok valamit. Na. Na jó, hát már egész jó. Tehát amikor visszamentek, egyébben elmentek egyszer Jeruzsálembe, aki tudott, és ők otthon magyarul beszéltek. Sokszor már nem is tudtak arámul vagy héberül, magyarul tudtak, vagy lengyelül, vagy mit tudom én, oroszul, és akkor egyszerűen leszállt a Szent Szellem, érted, és a Péter oroszul beszélt nyelveken. És hallotta az orosz zsidó, hogy az Isten csodálatos dolgait hirdeti ez a Péter. Pedig nem is tud oroszul. Érted? És azt se tudja, érted, hogy milyen volt anyagi levele tatjánához. Tehát most nem is hallott erről. Azt se tudta, hol van oroszul. És egyszerűen mi történik itt? Az történik, hogy a Szent Szellem össze akar hozni bennünket, mert az Úrnak ez a kívánsága, hogy együtt legyünk. Ez a kívánsága, hogy az isteni hatalom alatt legyünk együtt, nem az emberi hatalom alatt. Mert az emberi hatalom alatt lévő együttlét látjuk, hogy mit hozott. Napóleonokat, Sztálinokat, Hitlereket, az emberi hatalom alatt való együttlét az mindig vért, és mindig szenvedést, és mindig nyomort hozott. De az isteni hatalom alatt való együttlét az a béke országát hozza, és az Úrnak a dicsősége jön. Ezért nagy különbség van a kettő között, ezért a pünköskor pont a fordítottja történik, mint Bábel tornyánál. Pont a fordítottja, és az Isten elkezdi építeni az ő igazi tornyát fölülről.
Fölülről, ami az égből indul, a mennyből indul, az Istentől indul el, nem az embertől, nem az emberi elképzelésből, nem az emberi erőből, nem az emberi hatalomból, nem az emberi szorgalomból, hanem az Istentől, mint a Jákobnak a lajtórjája, mikor oda tette a követ a feje alá, és megnyílt az ég, és egy lajtórja lejött, és ezt a lajtórját az Isten engedte le a mennyből. És azután Izraelnek nevezi Jákobot, aki csaló volt, és nem csalónak már, hanem Izraelnek, igaznak, elfogadottnak, Isten népének. És ez a lajtórja megnyílik, és úgy szeretném csak úgy mondani, hogy a Jelenések 21, ugye itt most már nagyon sok minden van, és majd beszélek egy kicsit a Babilonról még, csak arról, hogy az Isten hogy akarja építeni a dolgot. A Jelenések 21, ezután látjuk, milyen olyan érdekes gyerekek, a Jelenések könyve az megfejthetetlen. Komolyan, megfejthetetlen. Én mondjuk olyan ideges volt, amikor Jelenések könyvét vettük akárhol, mert úgy éreztem, hogy úgy van egy-két pont, de olyan mindenki úgy elmondja maga tézisét. Szürke ló, fehér ló, piros ló, vörös fennevad, ilyen nyálcsorgatógép, olyan nem tudom milyen. De ahogy megyünk előre, hogy megnyílik a Jelenések könyve, és képzeljétek el, egyszer csak tudjuk, hogy így van. És mindenki tudja, hogy ez nem egy elképzelés, nem egy teória most, nem egy agyaskodás, hanem kinyílik a Jelenések könyve is. Ezután látnék új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlnak, és tenger többé nem lesz. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szála alá mennyből elkészítve, mint egy férje számára felkészített mennyasszony. S hallék egy szózatot, amely azt mondja az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És ő Istenük lesz. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak, és stb. Tehát azt mondja, hogy a mennyasszony, az új Jeruzsálem az olyan, mint az Istentől a mennyből alászállt, szépen felékesített, a férje számára felékesített mennyasszony. Tehát ez az isteni terv, ez az isteni épület. Mi vagyunk, testvéreink. Képzeljétek el, mert mi vagyunk a mennyasszony. Az Isten számára elkészített mennyasszony, ami a mennyből száll alá, mert a mennyben vagyunk mi elkészítve. És ezért a keresztényeknek az üzenete nem az kellett volna, hogy legyen, hogy milyen vagy, hogy nézel ki, nézd magadra, hogy nem érdemled meg, nem érted még el, még alkalmatlan vagy, hanem az kellett volna a kereszténységnek az üzenetének lenni, hogy Jézusban a mennybe alkalmassá lettél. Jézus miatt te elfogadott lettél. Jézus miatt te szerelmes lettél, szerelmes fiú lettél, szerelmes mennyasszony lettél. Jézus miatt a bűneidre nem néz az Atya. Nem a gyengeségeid szerint cselekszik veled és bánik veled, hanem ez a szerelem összeköti a mennyet a föld, és amikor fölnézek, és minden prédikátornak, és minden pásztornak, és minden vezetőnek, ez az egy dolga lehet, hogy téged buzdítson, hogy a mennyhez tartozol, hogy téged felszabadítson a látásra, hogy meglássad, hogy ki vagy Krisztusban, hogy meglássad, hogy az Isten veled akar lakni, hogy te vagy a templom, amit a Karesz is itt végig mondott. Nagyon szépen előkészítve ezt az egész gondolatmenetet. Tehát a férje számára elkészített, felékesített mennyasszony az egyház, és az egyház akkor lesz ez így, amikor nem emberi uralom alatt lesz. Ugyanis az emberi uralom az megakadályozza a mennyasszonynak a szépségét és tündöklését. Ugyanis az emberi uralom és az emberi erő az alkalmatlan arra, hogy az Isten dicsőségét előhozza. Alkalmatlan arra, hogy bemutassa az Istennek a nagyságát. Alkalmatlan arra. Nem véletlenül mondja, hogy áldott az az ember, aki az Úrba bízik, és átkozott, aki emberbe bízik. Most egy kicsit szeretnék még csak egy gondolatot, visszatérve a Jeremiásra, várjátok, igen. Mindegy.
Jeremiás könyvéből, igen. Ja igen, még egy gondolat, és akkor figyeljetek ide, egy nagyon döbbenetes dolog, hogy ugye a zsidó pusztai vándorlás az egy nagyon nagy tanulság nekünk, ugye, mert nem hittek, mert az óriásokat látták, meg stb. Ezért nem mentek be az ígéret földjére, ezért bolyongtak 40 évig a pusztába, mindaddig, amíg el nem hullottak, és a gyerekeiket, akiket féltettek, azok meg bementek. De a bábeli üzenet is benne van az Ószövetségben és Izrael történetében. Képzeljétek el, Izrael 70 évig volt babiloni fogságban. 70 évig. És a 70 évig miért került babiloni fogságba? Mert istentelen volt, bálványimádó volt, nem az Úrra nézett, mert emberi tanács után ment, emberi hatalmat akart építeni, emberi módon gondolkodott, és fogságba került. A proféták pedig mondták, hogy nem jó, és fogságba került. A bábeli fogság ma is itt van, ugyanaz a szellem. Itt szellemekről beszélünk, szellemiségekről, szellemi harcról. A bábeli fogság az, amikor a keresztény gyülekezet bemegy a babiloni fogságba ma is. Az ördögnek ez a legrafináltabb. Amiket most mondok, nagyon komoly dolgok, komolyan mondom, de hálát akarok az Úrnak, hogy ezt kijelentette nekem a sok nyomorúságom ellenére, és hát nem vagyok büszke arra, hogy valamit is meglátok, mert egyébként nagyon nyomorúknak kéne éreznem magam, de én nagyon boldog vagyok, hogy az Isten közel jön hozzám, és kijelenti az ő igényét. Mire vigyáz az egyház? Az egyház vigyáz egy csomó külső dologra, hogy ne cigarettázzon valaki, ne paráználkodjon, ami fontos dolgok, higgyétek el, de van az egyház mélyén húzódó babiloni szellem, ami nemhogy paráznaság, meg részegségek, meg gyilkosság, ennél sokkal több. Az ördöghöz való csatolása az Isten népének. Amit múltkor mondtam, ez egy döbbenetes dolog, ezt így láttam látomásban, hogy olyan ez, mint amikor a babát megölik az anyja méhébe. Ugyanis ott védtelen. Amikor az egyházba ölik meg az embereket, ott arra nem számít senki. Ott oda jön az Isten imádni. Kitárja a kezét, a szívét és mindenit. És ott, ha ott nyomják bele a kést, védtelen. Ugyanis nem erre számít. Ettől nem tudja magát megvédeni. Mert a kereszténység nem arról kell, hogy szóljon, hogy megölnek téged, hogy falhoz állítanak téged, hogy kiterítenek, hogy tönkretesznek. A kereszténység arról kellene szólnod, hogy az Isten számára elfogadott vagy, megbékélt veled az Isten, szeret téged, megbocsátott neked, fiává fogadott, kedvessévé fogadott, eltörölt, nem roppantja meg a nádat, ami meg van roppantva, nem törj el, ha csak füstölgő mécsbélnek érzed magad, nincsen tűzbenet, nem volt el az Isten. Hogyha nagyon-nagyon elmentél, akkor visszavár, mint a tékozló fiú, hogy visszavárja az atya. Ez a mi Istenünk. És a babiloni szellem az kemény, az rettenetes. Ó Istenem, na most elolvasom ezt az igét, ha akarjátok, nézzétek meg otthon, mert nagyon-nagyon-nagyon tanulság. A Jeremiás könyvének a 25. részében van ez az ige, de a Jeremiás könyvben sok babiloni profécia van, de itt ez nagyon megrendítő. A 4-től olvasom. És elkülde az Úr ti hozzátok mindenő szolgáját, a profétákat jó reggel elkülde, de nem hallgatátok a fületeket, sem hajtottátok a hallásra. Ezt mondták, térjetek meg már mindnyájan a ti gonosz utaitokról és ti gonosz cselekedeteitökből, hogy lakhassatok a földön, melyet az Úr adott néktek és a ti atyáitoknak öröktől fogva örökké. Tehát mindjárt megyünk tovább, tehát egy nagyon érdekes dolog van, Izraelnek az volt a feladata, hogy demonstrálja több dolgot is, de kettőt nagyon fontos volt. Hogy az ő istene, az nem látható. Az ő istene nem egy bálvány, nem egy ember által létrehozott kultusz. Nem Mohamed, és nem Buddha, és nem ehhez hasonló, hanem a teremtő Isten, aki öröktől fogva van, aki létrehozta az eget és a földet, ez az Izrael istene.
ez demonstrálta. A másik pedig, hogy a Föld, amit néki adott, ott lakjon, és az egy bőséges Föld. Amikor kint voltunk Izraelben, még most is a Jordán mente tele van pálmaligetekkel, datójával, gránátalmákkal, rengeteg, ez a csepegtető öntözés, amit a zsidók találtak ki, újra benépesítették a sivatagot, és újra lehet érezni egy kicsit ezt a Kánaán feelinget, hogy jó, a hőmérséklet télen is 0 fok van, ha hó van, akkor már nagyon örülnek, mert az Jeruzsálemben az nagyon ritkán hull. Tehát a klíma is nagyon szép, és gyakorlatilag ott van ugye Eilat, a Vöröstenger, egy paradicsom ma is a turistáknak, ott van a Holtenger, Szodoma és Gomora helye, ahol rendkívüli sók vannak és gyógyító erővel bír. És mondhatnánk, hogy ott van a Hermon, ami nyáron is van rajta hó, és ez mindenben a kicsi országban van. És demonstrálni akarta az Isten, hogy ahova beviszlek téged, ott gondot viselek rólad. De ha nem kapcsolódsz velem, akkor a földedről elvisznek. Ha nem úgy gondolkozol keresztény módon, ahogy Isten gondolkozik és rólad, akkor elvisznek Babilonba. És megnyomorodsz. Tehát azt mondja, hogy térjetek meg, mert hogy lakhassatok ezen a földön. Még egy picit. Nekünk lakni kell azon a földön, amit a kereszténység demonstrált, a kereszt demonstrált. Nekünk ezen a földön laknunk kell. Ez a föld nem olyan nehéz, mert most már sokatszor mondom el, de nem olyan nehéz. Arról szól, hogy az Isten megbékélt velünk. Arról szól, hogy higgyünk benne. Arról szól, hogy vegyük a Szent Szellemét. Arról szól, hogy éljünk szeretetben. Erről szól, képzeljétek el, nem nehéz. És valami olyan bonyolultá tettük ezt az egészet. Az első keresztények zömmel rabszolgák voltak, írni és olvasni nem tudtak. De megértették. Jobban megértették, mint mi. Hogy miről szól a kereszténység, képzeljétek el. Persze nekünk most már aztán vannak teológiáink, teológusaink, papjaink, pásztoraink, meg okoskodóink, meg mindenki, aki elmondja, hogy milyen az Isten, és közben a saját élete nyomorba hereg. Közben a saját életét sem tudja igazgatni. Közben nincsen öröm a szívében. Nincsen benne szeretet. És azt mondja, hogy lakhass ezen a földön. Isten azt akarja, hogy ezen a földön lakjunk. Ezen a földön, amit a Karcsi mondott, vagy nem, valakit profitált, hogy ezen a földön lakjunk, nem nehéz, hogy ne féljünk, hogy rendben vagyunk, hogy örök életünk van. Ez a föld, amit Isten mutatott nekünk. És akármilyen rosszul érzed magad, számomra ez a föld. Én föl vagyok támadva Krisztusban. A bűneim meg vannak bocsátva. Ha elesek is, felkelek, mert bízok az Atyába, aki bemutatkozott Jézusban, hogy irgalmas Atya. Bemutatkozott Jézusban, hogy átölel be engem az Atya. És ezért erős az én szívem. És ezért nem félek. Nem félek. Nem gondolom azt, hogy talán majd kilök engem valamikor. Ha ilyen értéket adott oda értem a fiát, akkor nem fog engem kilökni. A fia miatt megtart. És ez a földön akarok lakni, és imádni őt, boldogan, békességben lenni, és nem szorongani, ha elmegyek mondjuk egy Fradi meccsre. Vagy elmegyek pecázni. Vagy mit tudom én? Iszok egy pohár pezsgőt, teljesen mindegy. Nem akarok szorongani, ha jól érzem magam. Hát nem lehetett elmennünk nyaralni, mert az világi ívság, és a strandon különben is hogy levetköznek a lányok. Na jó, hát az a baj a nudista strandon, főleg az öreg asszonyok vetköznek, de ez vagy. Nem, de a barátaim voltak. Igen, azért mindenki elmesél mindent, de ezt most hagyjuk, hát azért katona az ember, hogy ezeken átmenjen. És ne járjatok idegen Istenek után, hogy szolgáljatok nékik, és imádjátok őket, és ne
ingereljétek fel engem a ti kezeiteknek munkájával. Itt a kezeiteknek a munkája, ez a bálványokra vonatkozik, és az emberi hatalomra is tehát az emberi hatalomra is vonatkozik ez a gondolat, hogy veszedelmet ne hozzatok magatokra, de nem hallgatatok rám, azt mondja az Úr, hogy felingereljetek engem a ti kezeitek munkájával a ti veszedelmetekre. Azért ezt mondja a seregeknek Ura, mivel hogy nem hallgattatok az én beszédemre, én még kiküldöm az én, és bocsánat, kiküldök, én és felveszem Északnak minden nemzetségét, azt mondja az Úr, a Nabukodnozort és a babiloni királyt, az én szolgámat, és behozom őket a földre, és ennek a lakóira, és minden körül való nemzetek, és elvesztem őket, csodává és szörnyűségét teszem őket, és örökké való pusztasságra. Szóval amikor egy keresztény csodává válik, és azt mondják, hogy csak ilyen ne legyek, csak ehhez még hasonló se legyek, ugye ez a Ambrus Attilával mostanában beszélgetek, ez egy fene gyerek, és teljesen jól gondolkodik, és még nem nős, és akkor ott ajánlottam egy keresztény vonatékkal. Rám nézett azt, hogy elment az esze. Hát semmi élet nincs abban. Semmi élet nincs abban. Nem csoda. Nem közülünk való a hölgy, bocsánat, hogy ezt mondom. De tényleg valakivel dolgoztam, aki tudtam, hogy ő is ismeri. És egy viszonylag aranyos kis keresztény lány volt. És érből mondta, hogy hát de baj van nála, meg van nyomorodva. Hát én nem akarok megnyomorodott nővel együtt lenni. Hát eleget nyomorgattak engem a börtönbe. Nem megyek bele még egy börtönbe, kareszkám. És éreztem, ahogy mondja, igaza van. Igaza van, mert csodává lettünk sokszor a babiloni szolgálat alatt. És azt mondja, és pusztaság. És azt mondja, és elvesztem tőlük az öröm szavát. Figyelj, nézzetek meg a babiloni fogság és a babiloni gyülekezetépítés mit okoz? Mit okoz? Elmegy az öröm. Pedig az örömhír, az evangélium, az szinte alapja kell, hogy legyen a kereszténység. Figyelj, de nem kell mindig, hogy füléig érjen a szád, de hidd el, hogy igaz, Máté? Na, igaz. Mennyire idegesíti a körülötteket, hogy állnál röhögsz. De nem kell mindig, szóval az... De... Figyelj, képzeljétek el, hogyha az Úrban vagyunk, és fölülről építkezve vagyunk, abba vagyunk benne, amit Isten adott nekünk, akkor egy öröm van a szívünkben. Öröm. Zászlót levettetünk, tele vagyunk Isten szerelmével, bizalommal, a jövő felé. Hisszük, hogy fel vagyunk támadva Krisztusban. Hisszük, hogy új teremtések vagyunk. Örömhírt hozott Jézus a szegényeknek. Hát persze a gazdagoknak nem. Mert a gazdagok nem azok, akiknek pénzük van, hanem akik úgy gondolják, hogy ők valamit meg tudnak tenni, önmagukba bíznak. Ezért boldogok a lelki szegények, a szellemben koldusok, mert ők övék az Isten országa. Akik eljutottak odáig, hogy Istenem nélküled semmit sem tudok tenni. Istenem nélküled nem ér semmit az életem, sőt, minden kegyelem, amit meg tudok élni minden nap. Nem, hogy zúgolódnék, hálát adok. Minden nap. Amen. Bocsássatok meg, de hatalmas erő van ebben. Mert az ördög hozza azt az 1-2-3 dolgot, ami nem jött össze, nem stimmel, és mennyire le tudsz törni, mint a Billy füle. És igazából nagyon-nagyon rendben van az életed. Én most nem akarom ugye a Máriát mondani, de hát ugye Mária nem tud fogni a kezével, ezért nem tud mosogatni, mosni, főzni, takarítani, és semmit nem tud, amit eddig tudott. És hálát adtál meg?
hogy mozog a kezed? Nem, eszedbe jut, hogy megint jött egy sárga csekk, és ezzel rágodsz egy hétig! Mikor elmúlik a sárga csekk is, meg minden. Elmúlik ennek a világában minden, de a te szíved megteli közbekeserűséggel a világ dolgai miatt. Nem engedheted meg, nem veheti át a szívedet a hálátlanság. És a Mária szívét se veheti át. Mert Máriának is azt mondtam, és így vagyunk melletted. És imádkozunk, és együtt vagyunk, és jól érezzük magunkat. És borzasztó vicces. Komolyan? Komolyan, ez nem vicc, de azért vicces. És a Mária is jól van. Mert a mi jólétünk az Úrból gyökerezik, odaföntről gyökerezik. És ugye itt van az én testvérem, az Albin, aki nem lát. Nem, úgy hozzák viszik, elvesztette a látását. Nem lát semmit, egy nagyon kis pontot lát, de már semmit, nem tud autót vezetni, tévét nézni, semmit. Miután egy csomó mindenen átment. És látom, hogy boldog ember. Egy-két szót mondja azért. Hát hálát adok neked, Uram, hogy ilyen, nem vagyok depressziós. Nagy támadás volt ez a gondolat, hogy miért tetted, Uram, ezt velem. Nem volt elég a 20 műtétem. És úgy látom, hogy most jól vagyok. És meg tudok békülni ebben a dologgal. És tudom nézni ennek a dolognak a másik oldalát is. Itt a barátaimnak mondtam, hogy úgy perelkedtem az Úrral, hogy Uram, hát nem elvetted a látásomat. Hogy ne tűnt neki, amikor én állandóan kapcsolódok, amikor a zsidók ugye a pusztaságban voltak. De várj, ne kezd el ezt a prédikációt. A mannát, elték a mannát, ugyanúgy, ahogy Istennel mi hálát adunk nekik, és dicsérjük őt, ugyanúgy Isten feltölt bennünket, és hittel megtelik a szívünk, mert mondom, hogyan a hit, hogyan van a hit, a hitet ajándék, ahogy én a kezemet emelem, az ugyanolyan ajándék, a hitnek az ajándék, hogy nem az én produkcióm, Isten adja a hitet, de amikor dicsérem, egyszer csak megkapom az ajándékot, ezt az ajándékot, a hitnek az ajándékot, és én érzem, hogy olyan biztonságban vagyok. Én tudom, hogy történnek a dolgok, tudom, hogy a Máriával történik, az apuval történik, biztos vagyok, ahogy én itt állok, vagy amikor terhes voltam, és még nem mutatták, hogy kislány vagy kisfiú, és tudtam, hogy lányom lesz. Amikor másodszor tudtam, hogy fiam lesz, és én ugyanolyan biztos vagyok abban, hogy Isten cselekszik. Cselekszik a Máriánál, cselekszik az apunál, és cselekszik mindegyikünkben. Amen. Mert Isten csodákat akar tenni, azt akar, hogy az élővé váljon az ő beszéde. Teljesen élet legyen bennünk, hogy egy erő legyen bennünk. Hát gyerekek, ez van, most már úgyis mindegy ennek a gyülekezetnek, tehát itt már az asszonyok is prédikálnak, látod, föl is álltak egyből, látod? Nem megegyezve az igével, és már jó, a tatára mennek, nem a tatájukra, hanem a faluba vagy. Gyerekek, azt hiszem, hogy befejeződött a prédikáció. Hát, folytatjuk a következő alkalmon. Engedtünk a Szent Szellemnek, és ez egy jó dolog. És az is nagyon fontos, hogy képzeljétek el, ez egy nagy kísértés ám nekem, mert itt most én komolyan készültem, hogy elmondjam. De nem kell elmondani mindenáról mindent. Mert a Szent Szellem mondja el neked. Komolyan. És amit el kellett mondani, azt meg elmondtam. Ez is egy hit dolog. És meg a pásztor, vagy a prédikátor, vagy még mondja, majd mindenki leesik a székre, mert el kell mondani! Mert készült! Hát annál borzasztóbb nincs, amikor meg a Szent Szellem arról beszéltet engem, amire nem készültem. Mikor ott van, amire készültem, Uram, hát látod, hogy készültem. És akkor az azt mondja, nem.
És a pirkó fog beszélni. Harmi. Na jó van. Uram, pásztorkirályságnak vége, hála az Úrnak. A kövek fognak beszélni. De előtte mi? Előtte mi? Zsuzsika, nekem nem volt proféciát? Nekem nem. Nagyon jó. Na, akkor most már biztos vége az alkalomnak. Zoli, végén én szerettem volna, énekeljük egyet. Tudom már, hogy a 6 óra 10 perc van, de egyet még énekeljük. Semmiképpen, mert győztes vagy Krisztusban. És az ördög egyetlen egy dolgot akar, hogy ebből kilépél és ne hidd el. De ne fogadd el a vádlást, ne fogadd el a kárhoztatást, ne fogadd el az alkalmatlansági érzést. Krisztusban gyermek vagy, elfogadott vagy, csodálatos vagy. Legyen áldott az életed. Töltse meg az Úr örömmel a mai estédet is és az egész napjaidat, és teljesen az angyalok szolgáljanak neked, mert te Krisztus mennyasszonya vagy, nem akárki. Legyen áldott az életed. Amen. Amen.